Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kirkosz Egyetem vezetője. Tehát nem mindegy, hogy hogyan táplálkozunk, mert hogyha egészségtelenül táplálkozunk, akkor mérgek halmozódnak fel a szervezetünkben. Az ételben levő mérgek, az italokban levő mérgek, amelyek még egymás ellen is dolgoznak, miközben felhalmozódnak, és hát ennek következtében ingerlékenyek lehetünk, cinikussá válunk, vagy éppen letompul az agyunk, és mindent elfogadunk, amit nyomatnak ránk az internetről, innen, onnan. Már nem akarunk gondolkozni se, annyira tele vagyunk méreggel. Ugye mérgek halmozódnak fel a vérünkben, a szervezetünkben. Ezek a mérgek különféle betegséghez vezetnek. Romlik az idegrendszerünk, romlik az immunrendszerünk, hamarabb megöregszünk. Tehát nagyon vigyáznunk kell, hogy hogyan táplálkozunk. Összességében elmondhatjuk, hogy a nem megfelelően összeválogatott ételek együttes fogyasztása sokféle betegséget okozhat. Elronthatja az egészségünket és megrövidítheti az életünket. Viszont, ha jobban figyelünk az étkezésünkre, javul az emésztésünk, több energia szabadul fel, egészségesebbé válunk és tovább élünk. Köszönöm, hogy meghallgattak, kérem lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra.